A maják káprázatos városai minden idők egyik legfejlettebb civilizációjának művei. A maja kultúra semmiben sem maradt el a többi nagy ókori civilizáció mögött. A maják 3000 éven át uralták Közép-Amerikát. Félelmetes királyaik és királynéik vezetésével erős államokat teremtettek, égbe nyúló templomokat építettek. A maja uralkodók hihetetlen előjogokat élveztek, de ennek megvolt az ára. Életüket ma is homály borítja. Kik voltak, hogyan éltek és haltak? Különleges engedéllyel rendelkező szakértőink 2 évig nyomoznak, űrtechnológiát is bevetnek, hogy az egzugos templomok mélyén rábukkanjanak a régvolt királyok nyomaira. Hiszem, hogy e kamra közelében királysír rejlik. Szemtől szembe találkozzanak a hajdani majákkal. Ezért olyan izgalmas tudomány a régészet. Egy működő vulkánra is felmerészkednek, hogy kiderüljön, mi okozta a vesztét ennek az oly sikeres civilizációnak. Azt hihették, hogy itt a világ vége. 3 dimenzióban jelenítjük meg a maják érdekes világát. Fényűző királysírokat találunk, amelyek sokat elárulnak a maják életéről és haláláról. Copán pompás város. Tele van titokzatos templomokkal és jól elrejtett sírokkal. David Sedat arra kíváncsi, miért és hogyan pusztult el a maja világ. A régészek a hieroglifa lépcső alatt találtak egy mészkőlapot, rajta az első copáni királyok arcképével. Alatta pedig egy áldozati tárgyakkal teli, henger alakú kriptát. Higanyom. 3 emberi koponya. És egy teljes pumacsontvász került elő belőle. Valamint egy ülve eltemetett ember, néhány megfeketedett, megégett csontja. Lehet, hogy valamelyik copáni király utolsó nyughelyét találták meg. David biztosra veszi, hogy a sír alapján következtethet a maják titokzatos temetési szertartásaira. Engedélyt kapott, hogy a copáni kutatóközpontban vizsgálja a leleteket. A sír központi elhelyezkedése és a kőlapon lévő faragás arra utal, hogy királyt temettek ide. De akad egy bökkenő. A csípőméret alapján egyértelmű, hogy női csontváz. Tehát nem valamelyik király csontjai kerültek elő. De akkor ki volt ez a jeles nő? Csinos ifjú hölgy, a 20-as éveiben járhatott. A csontok alaposabb vizsgálata során kiderül, hogy a jobb alkarja eltörött. Alig, hanem csetepaté közben történt. A nő sérülései arra utalnak, hogy harcos volt. A szakértők úgy vélik, hogy a maja seregben nők is szolgáltak. 3 férfi koponyát, teknős, szarvas és pumacsontokat, valamint rengeteg járét temettek mellé. A sírba tett tárgyak alapján egyértelmű, hogy nem közember volt. Nagyon érdekes, hogy a koponyákat nyakcsigolyákkal együtt temették el. A csigolya csontokon lévő vágásnyomok azt mutatják, hogy lefejezték őket. Egyértelmű, hogy a 3 férfit feláldozták. David feltételezése szerint egyszerre végeztek velük.
A maja világban sokszor megtörtént, hogy a foglyul ejtett harcosokat feláldozták. A csontváz izotóp elemzése kimutatta, hogy a nő nem helybéli volt, sokkal északabbról származott. Felettébb valószínű, hogy őt is feláldozták. De milyen szerepe volt az áldozatnak a maja világképben? Több volt, mint öncélú öldöklés. Igen, fontos szertartás. A feltámadással, az újjászületéssel, az élet megújulásával függött össze. A páratlan lelet új megvilágításba helyezi a maják titokzatos temetkezési szertartásait. Lehet, hogy a régészek rövidesen újabb korszakos leletre bukkannak. Copánban vizsgálják az egyik nagy templom mélyét. Korszerű technika úgynevezett műon képalkotás segítségével világítják át az építményt. Királysírt keresnek. A földi légkörbe belépő kozmikus sugarak milliónyi szubatomi részecskére műonra bomlanak. Ha a kutatók műonérzékelő lemezeket helyeznek el a templom mélyén, az addig rejtett terek is feltárulhatnak előttük. Olyan, mintha egy óriási röntgensugárral világítanák át az egészet. Hónapokba telik, amíg elegendő adatot sikerül összegyűjteniük. Közben a csapat vezetője, Nakamura Seichi, egy közeli templomban keresi a nyomokat. Azért ásunk itt, mert a régi maják gyakran az építmények lépcsői alá temették a fontosnak tartott áldozati ajándékokat. Seichi szerint egy másik királysír is rejtőzhet a templom mélyén, amit egy vérfagyasztó lelet is alátámaszt. A koponyák a király erejét jelképezték. Ez az építmény pedig a királyi családdal függött össze. A koponya a halál szimbóluma volt, azaz a temetéshez kapcsolódott. Az egyik régész a közelben furcsa fal részletet fedezett fel, amely különbözött a többitől. Ezeket a köveket egyenes vonalban rakták le, és vágásnyomok látszanak rajtuk. Ezt úgy értelmezzük, hogy mögé temettek valakit vagy valamit, majd falat húztak elé, hogy elzárják. Seichi szerint befalazott bejáratról van szó. Ez gyanítom. Ha fontos sír rejlik a hetes templom alatt, akkor alagút vezet hozzá, és az alig, ha nem itt nyílik. Hónapokig tart, amíg gondosan eltávolítják a törmeléket, hogy megnézzék, mi van a bejárat mögött. Derülátó vagy. A temetési szertartás az istenek megbékítésére szolgált, és arra, hogy az elhunyt biztonságban eljusson a túlvilágra. De hogyan jártak a maják isteneik kedvébe életük során? Egy mészkőfaragvány, amelyet Panos Kratimenos vizsgál, érdekes adalék. Egy fákját tartó királyt, mellette pedig egy térdeplő királynét ábrázol. A nő tüskés kötelet húz végig a nyelvén, hogy kiserkenjen a vére. A maja világban bevett szokás volt a véreztetés. Az előkelőségek rája tüskével vagy obszidiánnal, vulkáni üveggel vágták meg a fülüket, a nyelvüket vagy más érzékeny testrészüket. Szándékosan tették. A maja elit tagjai hihetetlen előjogokat élveztek, de ennek megvolt az ára, a saját vérük. A maja uralkodók azzal igazolták teljhatalmukat, hogy kapcsolatban állnak a túlvilággal.
Az ő dolguk, hogy beszéljenek az istenekkel, és elnyerjék jó akaratukat. Ennek pedig az volt a leghatásosabb módja, ha a saját vérüket kínálják fel adományként. A véráldozatot meg is ismételhették. Persze jókora lelki erő kellett hozzá. Fájdalmas művelet volt, ráadásul a hőség és a magas páratartalom miatt lassabban gyógyultak és könnyen elfertőződtek a sebek. Kik voltak ezek a vérszomjas istenségek? És milyen szerepet játszottak a maják életében? A fenséges maja városokban egymást érik az isteneknek szentelt hatalmas templomok és csodaszép faragványok. Copánban David Sedat újabb részletekre kíváncsi. A város tele van ígéretes nyomokkal. Egy pompás madár, a vörös arapapagáj ábrázolásaival. A vörös ara rendkívül büszke és hangos madár. Túlkiabál mindenkit, aki csak a közelében van. De miért véstek a maják mindenüvé arát? Sok copáni szobron látszik, hogy az Isten király és a nemesek hosszú tollakkal ékesített fejdíszt viselnek. Pompás látvány lehetett. De a majáknak az ara többet jelentett, mint a féle csiri-csári fejdíszt. A teremtés történetükben is fontos szerepet kap. Amikor az istenek megteremtették a világot, se ember, se fény nem volt benne, csak egy büszke, magát napnak képzelő papagáj, az úgynevezett hét ara. Az istenek megpróbáltak sárból és fából embert is tapasztani, de teremtményeiknek nem volt lelkük és vallásuk, ezért elpusztították őket. Egyszer aztán két ifjú isten, a hős ikrek szembeszálltak a hét arával, és lelőtték a fán gubbasztó szélhámos madarat. Végül belőlük lett a valódi nap és hold. Az istenek ezután kukoricából próbálták megalkotni az embert, és most már sikerült. A majáknak több mint 160 istenük volt. 20 feladatköröket betöltő, bonyolult lények. A maja világképben az univerzum állandóan változik. Új formák jönnek benne létre. Ha az isteneket felbőszítik, megbüntetik az embert. Kimarad a termés, aszály pusztít. Létkérdés volt tehát, hogy elégedettek legyenek. Mit tettek a maják, hogy a sorscsapásokat elkerülve életben maradjanak? A válaszokat a 270 kilométerre lévő pompás városban, Tikalban találhatjuk meg. Livi Grazioso több mint 30 éve kutatja a maják történetét. Szerinte a fennmaradásuk egyetlen létfontosságú anyagtól, a víztől függött. Van egy esős és van egy száraz évszak. Az utóbbi 4 hónapnál is tovább tarthat. Gondoskodni kellett tehát arról, hogy akkor is legyen a népnek mit innia. Errefelé a lyukacsos mészkő talajon nem alakulnak ki természetes tavak. Ha esik, gyorsan leszivárog a mélybe a víz. Vajon hogyan gondoskodtak a tikali királyok több tízezer alattvalójuk ivóvíz ellátásáról? A sűrű dzsungel nem könnyíti meg a választ. De a fák alatt Livi talál valami rendkívülit. Egy roppant nagy mélyedést. A palota víztározójában vagyunk. A főteret ilyen tározók láncolata övezte. A város monumentális vízvezeték hálózatához tartoztak.
A maják csatornákban gyűjtötték össze a tékali házakra és utakra hulló esővizet. Kiástak, majd agyaggal béleltek egy mély medencét. Azután 10 méter magas kőgátat emeltek rá, a tetejét pedig útként használták. Az esős évszakban rengeteg víz gyűlt össze a 180 méter átmérőjű tározóban. Ha megtelt, a fölösleg egy lejjebb lévő, még nagyobb tározóba folyt át. Tikal szívében több mint 20 tározóból álló hálózatot létesítettek, amelyekben sok millió liter vizet tárolhattak, csak hogy a környéken rengetegen éltek. Így a víz tisztán tartása óriási feladat volt. Vizsgálataink során cianobaktériumot és higanyt találtunk az itteni vízben. Mondanom sem kell, hogy mindkettő igen káros az egészségre. A majáknak tehát szűrniük kellett a vizet, nehogy valaki megbetegedjen tőle. Zseniális megoldást eszeltek ki. Tikaltól 30 kilométerre bányát nyitottak, a kitermelt kőzetet és homokot pedig ide szállították. A homok egy zeolit nevű ásványt tartalmazott, amely aféle molekuláris szitaként kiszűrte a méreganyagokat és a kórokozókat. Hasznos eljárás, ma is alkalmazzák. A maják alig hanem hatalmas, homokkal töltött szűrőket építettek a vízgyűjtő csatornák végére. Minden idők első víztisztító rendszere volt, amelyet 1000 éven át használtak a tikaliak. A királyok, uralkodók nagy súlyt fektettek a biztonságos vízellátásra, mert a tekintélyük és a hatalmuk is függött tőle. Hála az úttörő műszaki megoldásoknak, Tikal népe tiszta vizet ihatott. De a maja civilizáció fennmaradása így is csak egy hajszálon múlt. A 10. században titokzatos körülmények között el is néptelenedtek a városaik. Mi okozta a hirtelen bukást? A földtörténeti múlt éghajlatát vizsgáló Kitaba Ikuko és Nakagawa Takeshi Mexikóban próbálja kideríteni, hogy miért hagyták el a maják a városaikat. Takeshinek van erről egy elmélete. Mindig is mondták, hogy a klímaváltozásnak volt szerepe a maja civilizáció megszületésében és bukásában, de ezt nagyon nehéz bizonyítani. Lehet, hogy a változó klíma okozta a civilizáció vesztét? A kutatók alkalmi tutajt ácsolnak. A tó mélyére levezető csőbe fúrófejet tesznek, azzal vesznek majd mintákat az üledékből. A tó legmélyebb pontján 10 méter hosszan fúrjuk meg az üledéket. Maga a fúró is nehéz. A begyűjtött minta kiemelése pedig még izzasztóbb feladat. Komoly körültekintést igénylő művelet. Pontosan a megfelelő mélységbe kell fúrni, és úgy kell kiemelni az összes mintát, hogy közben ne bolygassák meg az üledéket. Csak óvatosan. Mindegyik magminta 60 centi hosszú, és úgynevezett varvokból áll. A kifejezés a fa évgyűrűjéhez hasonlóan az egy év alatt keletkezett üledéket jelöli. Errefelé esős és száraz évszakok váltogatják egymást. Ennek megfelelően az üledék csíkos, ami szabad szemmel is jól látható. Minden évben kialakul egy sötétebb és egy világosabb csík. Ha a maja civilizáció bukásának éghajlati oka volt, akkor ezekkel a rétegekkel bizonyítható. Ikuko gondos nyilvántartást vezet a mintákról. Ez a teteje, és ez az alja. A következő réteg tisztább lesz. A kutatók Japánba szállítják a mintákat. Ott remélik kideríteni, hogy mi sodorta a maja civilizációt válságba.
De vajon mit árulnak el a föld mélyén talált hátborzongató leletek a civilizációt megteremtő emberekről? A maja uralkodók lenyűgöző építményeket emeltek a saját dicsőségükre és isteneik tiszteletére. Palenké királyai varázslatosan szép épületeket hagytak örökül az utókornak. Rodrigo a város előkelőségeinek életét tanulmányozza. A palenkei palota a város legjelentősebb épülete. Innen irányították a közigazgatást. Itt hozták a legfontosabb politikai döntéseket. A palota a maja építészet mesterműve. Megfigyelő torony, több udvar, sőt még fedett árnyékszék is tartozott hozzá. Rodrigo szerint a bejárat közelében lévő faragványok azt mutatják, hogyan kormányozták a maja királyok pakált. Ezen az udvaron olyan foglyokat ábrázolnak, akiket rövidesen feláldoznak. Ez a faragvány Palenké történelmének kulcsfontosságú eseményét ábrázolja. Pakál katonái legyőzik egy vetélytárs királyság seregét, és foglyul ejtik az uralkodóját. Pakál üzenni akart a palotájába látogató előkelőségeknek. Lássák mind, hogy milyen dicső király. Legyen bennük némi félsz, amikor elé járulnak. A nemesi tanáccsal együtt kormányzó királyt félelemmel vegyes tisztelet övezte. Élvezte a kényelmet, a fényűzést. Vajon a városban talált emberi maradványok elárulnak-e valamit a maják uralkodó osztályáról? Luis Núñez 20 éve tanulmányozza a maja csontokat. Most éppen egy 40 év körüli férfi koponyáját veszi szemügyre, amelyet a templomban találtak. Vagy 15 másik csontvázzal együtt került elő. Külön-külön temették el őket. Magas rangú ember lehetett, az elit elitjéhez tartozott. Luis felfigyel a koponya szabálytalan alakjára. A mesterséges koponyatorzítás mintapéldája. A lakosság zöme átesett ezen a beavatkozáson. Addig van rá lehetőség, amíg be nem nő a csecsemők feje lágya. A kicsik fejét kemény deszkák közé fogják, így a koponyacsontok hosszúkásan fornak össze. Luis szerint ennek az eljárásnak gyakorlati és spirituális célja is volt. Egyesek szerint az egyén társadalmi állásával függött össze, mások szerint a szépséggel. De őszintén szólva, elég rejtélyes gyakorlat. A maják nem csak a torzított koponyájukkal érzékeltették a rangjukat. Luis egy férfi fogait is szemügyre veszi. A fogak átalakítása érdekes jelenség. Ez esetben négy felső fogba is beleültettek valamit. Az egyikbe feketét, a másikba pedig zöldet. A maják parányi lyukakat furattak a fogaikba, és jáde vagy obszidián ékszereket ültettek beléjük. A maja elit sírjai hűen tükrözik, hogy mi mindenre voltak képesek, ha érzékeltetni akarták kivételes társadalmi állásukat. Vajon milyen más maja kincsek rejlenek még a városban? Copánban a japán régész csapat tovább keresi a 11. templom mélyén feltételezett királysírt. Kulcskérdés, hogy az érzékelők megfelelő irányban álljanak. Hónapokig várnak, azután kiderül, hogy célt tévesztettek. Hol folytassák a kutatást? Seiichi ezúttal a templom tető közelében néz körül. Észrevesz egy hívogató nyílást. Kimondottan veszélyes. A kutatóközpontban megkértek, hogy ne merészkedjünk be, mert könnyen ránk omolhat. Kőlépcső vezet le a sötétbe.
de túl ingatag ahhoz, hogy lemenjenek rajta. Inkább kamerával néznek körbe odalent. Nagyjából 5 méter mély akna, az alján kis kamrával. A maja királysírokat mindig úgy alakították ki, hogy közvetlenül vagy rézsútosan legyen fölöttük egy hely, ahová az áldozati ajándékokat letehetik. Azt gyanítom, hogy most is ilyennel van dolgunk. Ez az érdekes üreg nyomra vezetheti a sír után kutatókat. Feltételezésem szerint alatta, vagy ferdén alatta, ott van a királysír. Most, hogy pontosabban tudják, hol érdemes keresni, folytatják az átvilágítást. Új szögben állítják fel a fotólemezeket. Arra felé, ahol a sírt sejtik. Ott lehet. A film is arra felé néz. Itt is, meg a végében is. Morishima Kunihiro asztrofizikus ezúttal szentül hiszi, hogy jó helyen keresgélnek. A méretétől is sok függ. De ha legalább 2 méteres, akkor látnunk kell. A szkennerek kimutatják a műon nevű kozmikus részecskéket, amelyek úgy hatolnak be a templomba, akár egy óriási röntgensugár. Ha sikerül felfedezniük a sírt, talán az is kiderül, hogy mi lett a maják végzete. Közben René Viel is kutat tovább. Egy szokatlan négyzet alakú oltár segíthet neki. A 17. királyt ábrázolják rajta, és egy dátumot is feltüntetnek, 822. február. Az oltárt a 17. király trónra lépésének megörökítésére építették. De közbe jött valami. Az egyik oldalt éppen csak elkezdték faragni, de nem jutottak a végére. Valami történt, ami miatt nem folytathatták. Ez az utolsó kopáni faragvány. A város sorsa megpecsételődött. Miért nem fejezték be az oltárt? René szerint, mielőtt az új kopáni király végzett volna vele, a maja civilizáció összeomlott. Kopán bukását az egész maja civilizáció 9. századi hanyatlásával együtt kell nézni. Ma sem teljesen világos, hogy mi volt ennek az oka. A következő 100 évben a maja társadalom szétzilálódott. Háborúk törtek ki, sokan meghaltak, Kopán és más városok elnéptelenedtek. A fénykorában nagyjából 25 ezer lakosú Kopán népessége pár évtized alatt 5000-re apadt. Több más nagyváros, köztük Palenque és Tikal is elcsendesült. Mi okozta a maja civilizáció gyors összeomlását? Japánban elemzik a tóból gyűjtött üledékmintákat. Ez ide illik, ez meg oda. Mindegyik minta több száz rétegből, vartból áll. Ez olyan, mint az, ugye? Azt hiszem, elég hosszú időszakról kapunk képet. 61,5 méternyi mintát vettek. A legrégebbi időszámításunk előtt 1000 tájáról, tehát jóval a civilizáció bukása előttről származik. Ha a rétegek összekeverednek, az összes információ elvész.
Elég tiszta rétegeket kaptunk. Itt jól látszik, hogy két típusuk van. Fehér és fekete. Azt hiszem, pontosan tükrözik az esőzésben és a környezetben beálló változásokat. A mintavevők sikerrel jártak, a rétegek nem keveredtek össze. Kezdődhet az elemzés. Ha árvíznek, aszálynak, vagy az ember ténykedésének is szerepe volt a maják bukásában, akkor erről remélhetőleg a minták is árulkodnak. Takeshi kisvártatva fel is fedez valamit. Látják? Fantasztikus. Egy levél. A közepén ott van a főír. Az ősrégi levél több mint 1000 éven át megőrződött. A féle időbélyegző lehetővé teszi, hogy a kutatók pontosan megállapítsák a réteg korát. De segíte kideríteni, hogy mi is történt a majákkal. Guatemalában Livi Grazioso vizsgálja, hogy mi minden késztethette még őket a városok elhagyására. Felkeresi az országban működő számtalan tűzhányó egyikét. Ezt a vulkánt Pacayának hívják. Segíthet megfejteni a rejtélyt. A Pacaya gyakran kitör. Néha csak füstoszlop emelkedik az égbe, de sokszor lávafolyás is kíséri. A légkörbe kilövelt hamu több ezer kilométerre is elszáll, majd visszahull a földre, és termékenyebbé teszi a talajt. A vulkáni hamu kiváló talajjavító. Magnéziumot és foszfátot tartalmaz, azaz olyan anyagokat, amelyeket ma is belekevernek a műtrágyákba. A tikali mintákban is megtalálják a vulkáni hamu nyomait. A szél fújta ide. De mi történt, ha másfelé fújt a szél? Ha megváltozott az uralkodó szélirány, hiába várták, nem érkezett több vulkáni hamu a térségbe. E természetes talajjavító anyag hiányában a maja gazdák egyre kevésbé tudták élelmezni Tikal népét. De Livi szerint drámai oka is lehetett a városok elnéptelenedésének. A talajminták tanúsága szerint ebben az időszakban legalább három nagy vulkánkitörés történt a környéken. Lehet, hogy egy óriási vulkánkitörés pusztította el a maja civilizációt. Hamu hullott a víztározókra, alig maradt mit inni. És ez végzetes hatással járt a maja társadalomra. Azt hitték, hogy itt a világ vége. Az időszámításunk szerinti 10. század közepére a hajdan nagyhatalmú városok elnéptelenedtek. És hová tűntek a távozók? A mai Mexikó területén lévő Chichen Itza város talán segít nyomra vezetni. A szívében álló piramis, az úgynevezett kastély 24 méter magas, 55 méter széles és 9 terasza van. A kastély az egyik leghíresebb Chichen Itzai építmény, fenséges, csodaszép piramis. Livi szerint a monumentális külső piramis alapján következtethetni lehet a maja nép sorsára. A kastély belsejét feltáró régészek egy kisebb piramist, sőt azon belül egy még kisebbet is találtak. Akár csak az orosz matrioska baba. A legbelső piramis időszámításunk szerint 500 táján épült. A második 200 évvel később.
De a lenyűgöző külső piramis csak a 10. században, 100 évvel a maja civilizáció összeomlása után. Ki építette, ha a maják addigra már rég elhagyták városaikat? Bár sok nagyváros elnéptelenedett, mások akkor indultak virágzásnak, amire Csicsén Itzá is jó példa. Ezt a fenséges piramist is a maják építették. Bizonyítja, hogy Kopán, Tikál és a többi nagyváros hanyatlásával egy időben más városok felemelkedtek. Csicsén környéke azelőtt is lakott volt, de a nagyvárosok elnéptelenedése után időszámítás szerinti 1000 táján virágzásnak indult. Miközben Csicsén Itzá maja főváros lett, más városok romba dőltek. De hogyan hatottak az összeomlás lökés hullámai a maják életére? Sokáig csak nagy ritkán, főleg a király halála után mutattak be emberáldozatot. De a 10. század után mind gyakoribb lett az eféle öldöklés. Ha egy csapat vesztett a maja labdajátékban, tagjait lefejezhették. Koponyájukat a kivégzett hadifoglyokéval együtt állványra rakták. Egy közeli gödörbe több mint 200 férfit, nőt és gyereket taszítottak bele, élve vagy halva. Mi hajtotta a majákat, hogy ennyire ki akarták engesztelni isteneiket? Bizonyítékunk van arra, hogy mennyiségét és összetételét tekintve is egyre több áldozatot mutattak be. Livi szerint az összeomlás megrázkódtatásai után a maják mindinkább a vallás felé fordultak. A válság közepette a vallásban találtak menedéket. Egyre több áldozatot mutattak be. Sok szertartást rendeztek, hogy isteneiket kiengesztelve biztosítsák a társadalom egyensúlyát és stabilitását. A Csicsén Itzái leletek tanúsága szerint a maják a régi társadalom összeomlása után újat teremtettek maguknak. De ez már egészen más volt. Jóval ingatagabb lábakon állt, több volt a háború, gyakrabban törtek ki politikai zavargások. A kutatók nap mint nap közelebb jutnak a drámai változás okának feltárásához. A japán kutatók odahaza tanulmányozzák a kopáni 11-es templom átvilágításának eredményeit. Sikerül-e a sírkamra nyomára bukkanniuk? Ez a beomlott bejárat. Igen, az eleje. Háromdimenziós modellt készítenek, majd összehasonlítják az átvilágítás eredményeivel. Hát, ha találnak eltéréseket, amelyek a sírra utalhatnak. Összevetjük az adatokat és a szimulációkat. Ha vannak rejtett építmények a piramison belül, látni fogjuk őket. De a belső járatok és a beomlott szakaszok megnehezítik a templom belső elemzését. Lehet, hogy van üreg errefelé, de nem látható egyértelműen, mert sok minden eltakar. A sírt legalábbis egyelőre nem találták meg, de úgy tervezik, hogy az új információkkal felvértezve visszatérnek Kopánba, és folytatják a kutatást. Csúcs technikát alkalmazunk. Ilyen kutatásokat még nem végeztek Közép- és Dél-Amerikában sem. Ez alig ha nem áttörést jelent. A szakemberek újabb lépést tettek afelé, hogy megtalálják Kopán királyait. De a 11-es templom egyelőre őrzi titkait. Lehet, hogy a másik csapat több sikerrel jár, és kideríti, hogy miért omlott össze a maja civilizáció.
A maják fénykorukban több mint 4,5 millió négyzetkilométert uraltak, lélekszámuk pedig 11 millió lehetett. Mi vetett véget az uralmuknak? Japánban Kitaba Ikuko és munkatársai a tómederben gyűjtött üledékmintákból próbálják rekonstruálni az összeomlás körülményeit. Először nitrogén szintet mérnek, és döbbenetes eredményre jutnak. Hihetetlen, hogy mennyire megnőtt, majd visszazuhant az értéke. Soha nem láttam még ehhez hasonlót. A nitrogén szintje igen magas, de a 9. század végén meredeken csökken. Mi okozta a hirtelen változást? Alapjában véve az ürülékre vezethető vissza. Ha sok van belőle, magas a nitrogén szint. Egyértelműen az emberi jelenléttel függ össze. A nitrogén szint esése azt bizonyítja, hogy a lakosság lélekszáma igencsak megcsappant akkoriban. De a kutatók meglepetésére nem sikerült egyértelműen kimutatni, hogy változott a klíma. Azt reméltük, hogy éghajlatváltozás jeleire bukkanunk, de az adatok csak az emberi tevékenység alakulásáról árulkodnak, a klímáról kevésbé. Mi tizedelte meg a maja népességet? Ikukónak másik elmélete is van. Könnyen lehet, hogy a földművelés visszafordíthatatlanul megváltoztatta a talajt. Ikuko szerint a túlművelés is hozzájárult a maja civilizáció bukásához. A kutatók várakozásai ellenére semmi sem utal természeti csapásra. Új úton kell tehát folytatniuk a kutatást. Soha senki nem vett még ilyen évgyűrűket is mutató üledékmintákat. Új terepen járunk. Még nem tudni, hová lyukadunk ki, de meggyőződésem, hogy hihetetlen mértékben tovább gyűrűző jelenségről volt szó. A kutatók egy lépéssel közelebb kerültek az ősi rejtély megfejtéséhez. De a később felvirágzó maja városok sem maradtak fenn örökké. Mi okozta a dicső maja civilizáció végső bukását? Luis José Hernández több mint 20 esztendeje tanulmányozza a maják történetét. A guatemalai Flores-szigeten keresi a nyomokat. Egykor 21 kis maja piramis állt itt. Most csak egy székes egyházat látunk a szigeten. De azt is egy maja templom fölé emelték. 4 évszázaddal ezelőtt virágzó maja város állt itt. De ki építette a székes egyházat? Az első spanyolok 1519-ben érkeztek Mexikóba, és gyorsan meghódították az Azték birodalmat. De a majákba beletörött a bicskájuk. 170 évükbe telt, amíg felszámolták az összes királyságukat. 1697. februárjában az utolsó maja erősséget, Flores szigetét is ostrom alá vették. Ágyútüzet zúdítottak a védőkre, az életben maradottakat pedig elűzték a városból. Az áldozatok pontos számát nem ismerjük, de a korabeli feljegyzések szerint vérük vörösre festette a tóvizét. A mai város maja romokra épült. Ez a második legrégebbi folyamatosan lakott település Amerikában. A hódítás után az európaiak által behurcolt betegségek megtizedelték a majákat, de ma is 6 millió leszármazottjuk él a térségben. A spanyolok mindent elpusztítottak.
De a szokásokat, a hagyományokat nem sikerült. Sőt, még a nyelv is fennmaradt. A hatalmas maja királyságok, a dicsőséges civilizáció maradványait benőtte az őserdő. De hála a régészetnek, egyre többet tudunk meg e nagyszerű nép életéről és bukásának körülményeiről. Több mint 1000 év után fantasztikus leletek, ősi szövegek és faragványok, felmérhetetlen kincseket tartalmazó királysírok kerülnek elő a lenyűgöző templomok mélyéről. Még a tavak üledék rétegei is árulkodóak. A maják kőszerszámaikkal lenyűgöző városokat építettek, nagyhatalmú királyaikat és királynéikat díszes sírokba temették. Fejlett műszaki megoldásokkal ellensúlyozták a mostoha körülményeket. Amikor pedig városaik egy része elpusztult, máshol még pompásabbakat emeltek. Sok rejtély megoldatlan maradt. Ma sem tudunk mindent a nagyszerű civilizáció virágzásáról és pusztulásáról, de a szupermodern technikát alkalmazó kutatók fokozatosan végére járnak a hajdani maják titkainak.